A Másvilág című filmről fogunk beszélni, amelyet Alejandro Amenábar rendezett. Nekem az egyik kedvencem, ez egy kiváló spanyol rendező. Egyébként a Vanília Égboltnak ő volt az írója, hogyha emlékeztek erre a filmre. Hát a filmmel sok gond van, de magát a forgatókönyvet... Megcsinálták az Amik is. Igen, a forgatókönyvet azt nem lehet eléggé dicsérni. Tom Cruise-zal. Igen. De Penelope Cruz-zal. Igen, az a baj, hogy ez ennek a forgatókönyvírója, Amenábar. Ami a más világról elmondható, az az, hogy egy jóformán már-már tökéletes filmről van szó. Tehát, hogy így nem is nagyon találom benne a bökkenőt. Ja, először azt hiszitek, hogy ez egy ilyen ijeszgetős thriller. És mint ijeszgetős thriller... Már mint kísértett história. Kísértett thriller, na, tudjátok, akkor... és mint ilyen, mint kísértett thriller, 100%-os. Hát 100%-osan működik, és aztán majd rá fogtok jönni, hogy ennél borzasztóan több. Tehát, hogy ez egy akkora dráma, és egy akkora misztikus utazás, akkora megismerés. Az az igazság, hogy amikor azt mondom, hogy misztikus thriller, akkor azt gondoljátok, hogy ilyen Da Vinci kódszerű gagyiról van szó. De nem. Tehát, hogy ez nagyon nem. És nem is a szokványos hülye szellemfilmekről. Tehát nagyon az, nem. Akik ott kopognak a házba, meg mit tudom, előjönnek, meg rémizgetnek, meg halálokat okoznak, meg egyéb. Szó nincs róla. Nem, úgy lehet egyébként, olyan egy rendkívül nyomasztó film, és rettegésteli, és úgy rettegünk, hogy mondjuk ezt elmondhatjuk, egyetlen gyilkosság és haláleset nincs a filmben. Már olyan értelme, hogy erőszakos haláleset. Nincs. Semmi. És az a legdurvább, hogy borzasztóan sok ijesztő pillanat van, de olyan, hogy a vér belét fagy. Tehát és mindeközben azt gondolod, hogy valami szörnyű, sötét, démoni erő a háttérből feni a késeit. És aztán a végén, a filmnek a legvégére, meg rádöbbensz arra, hogy nincs az egész mögött semmi más, mint végtelen szelítség és egy nagy félreértés. Hogy ennyi, hogy semmi, és hogy minden, ami félelmetesnek tűnik az életben, az tulajdonképpen csak egy meg nem értett banalitás. Valami nagyon banális, nagyon hétköznapi, nagyon triviális dolog, de csak egyszerűen félreértetted. Igen, de azért van ennél egy sokkal mélyebb csavar, tehát azért nem hétköznapi sztoriról van szó. Az eredeti spanyol Vanília Égbolt jó, csattanós és nem gagyi, írja a kedves SMS író. Én ezt készséggel elhiszem, én az a baj, hogy az amerikait láttam. Én láttam mind a kettőt, csak sajnos már ráült nekem az amerikai, tehát már nem tudtam szüzen nézni. Tegnap beszéltünk arról, a Dáviddal, az adásban, hogy vannak-e jó remékek, mármint nem amerikai filmeknek vannak-e jó amerikai remékjei, és a három férfi és egy bébi volt a megfejtés, amit tudtak írni nekünk az SMS írók. De hát, az micsoda? Itt a három férfi és egy Mózes kosáros, nem tény, de Depardieu-nek lett egy három férfi és egy bébi is, Tom Selleck-es. Ja, igen. Szörnyűség, de nagyon jó, hagyjuk. Nem láttam. Na, tehát a Másvilág című film az egy elképesztően mélyre vezet titeket a külsőségeiben, a külső mázában. Jó. Egy rémületes thriller, valójában pedig egy mély lélektani dráma. Így van. Tehát egy olyan thriller, ami aztán kiderül, hogy nem thriller, és épp ettől még, nekem egyébként még borzasztóbb, és még szörnyűbb. Hogy a sztoriba bevezessünk titeket. Na így van, ezt akartam kérni, egy kis körvonal. A háború végén, 1945-ben Jersey szigetén játszódik a film, ahol Grace, akit Nicole Kidman játszik, egyébként Nicole Kidman szintén Grace-t játszik, épp úgy, ahogy a Dogville-ben is Grace-t játszik, most is Grace, Nicole Kidman. Hát ő várja haza a férjét a frontról. De nem jön, és nem jön, és nem jön. És egyedül neveli a két kisgyerekét, és a két kisgyerekkel bizony gondok vannak, méghozzá egészségügyi gondok, ugyanis ez a két kisgyerek fényérzékeny, ezért nem érheti őket a napfény, mert abban a pillanatban, akik bőrrákjuk lesz, milyen bőrük felhólyagosodik, és nem tényleg hamarosan meghalnak. Tehát, hogy így, és ebben a viktoriánus házban minden le van függönyözve, minden be van sötétítve. És a sötétségbe kuporognak és ezek az emberek. Ajtót nyitni, csukni, ennek külön szabályai vannak, tehát az egész életük rettentő formalizmusok között zajlik, és ez a nyomasztó külsőségeit a filmnek épp hogy megadja, aztán ahogy egyre mélyebbre megyünk, egyre szörnyűbb és sötétebb dolgok várnak ránk. Azt hiszem, elég világosan fogalmaztam. Nem nyithatnak ki egy ajtót, mielőtt a másikat bezárnák. Olyan nehéz ezt megérteni? Ez a ház olyan, mint egy hajó. A fényt olybá kell tekinteni, mintha az víz lenne, és így nyitni és zárni az ajtókat.
A gyermekeim élete forog kockán. De asszonyom, én... Ne vitatkozom velem, hallgasson! Nos, melyikük ment utoljára a szobába? Lydia? Neki nincs kulcsa, ezt már mondtam önnek. Akkor csak maga lehetett. De én a halban voltam egész idő alatt. Aztán kimentem a kertbe, a saját szemével láttam. Azt akarja mondani ezzel, hogy én voltam? Hogy képzelheti, hogy elfeledkeznék olyasmiről, ami veszélyeztetné a saját lányomat? Azt akarom mondani nektek, kedves hallgatók, hogy ez minden fordulatos filmek királya. A legjobb film azok közül, amikkel ma foglalkozunk, a legjobb film azok közül, amelyekkel valaha foglalkoztunk fordulatos film kategóriában. Tehát ez, és nem az, a vér meghűl az ereitekben a film végén, amikor megtudjátok, hogy mi a szituáció, és először megrémültök, és utána egy ilyen végtelen nagyfokú, ilyen sztoikus nyugalom áraszt el titeket, és akkor vár rátok az örökké valóság. Szóval, hogy így nem is tudom megfogalmazni, hogy mekkora erejű film ez. Brutális. Ezzel nem tudok hozzátenni. Tehát ez akár itt lezárhatjuk az erről folyó disputát. Szerintem, mivel azért ilyen kísértet járt, a házról van szó, azért beszélgethetnénk egy picit erről az életről, halálról, halál utáni élet és hasonló dolgokról. Szerintem érdemes beszélni erről, mert Grace Stewarttal, a főhősnővel, ugyebár Nicole Kidman a főszereplő, vele is érdemes lenne erről, vagy lett volna erről beszélni, ugyanis ez a Grace, ez úgy gondolja, hogy ő mindent tud erről a témáról, és hatalmas fölényességgel, és hatalmas önbizalommal viszonyul ehhez. Én az nem egész így kérdéshez. Nem így mondanám, egész egyszerűen egy jól nevelt katolikus nőről van szó, aki ott a katekizmusra oktatja a gyerekeit. És rettegteti, és riogatja őket a pokollal, meg a halállal, meg mindezekkel. Hát ugye amolyan jó katolikus módjára, és hát úgy gondolja, de ő tényleg úgy gondolja. Vagy anglikán talán, nem tudom, Jersey szigetén játszik. Egyébként lehet, hogy inkább ilyen puritán. Nem tudni. Ilyen nonkonformista. Én ezt kinézem belőle simán. Minden esetre, de az sincs kizárva egyébként, hogy írek. Tehát, hogy így nem tudom, de valahol arra. Tehát, hogy a Jersey szigetén kikélnek. Hát ezt most nem tudom. Angolok? Ez azt hiszem az a sziget, amit megszálltak a németek egyedül Angliából. Igen. Aha. Szóval, hogy ez a nő, ez úgy gondolja, hogy mindent tud erről, és aztán majd a film végén kiderül, hogy mennyire nem tud erről az egész témáról semmit. Róma kormányzója azt akarta, hogy más véleményük legyen ezután. Hopp, más véleményük legyen, ott pont van. Ezután? Elrendelte, hogy verjék meg, de Justus és a pásztor messze nem féltek, hanem ünnepeltek, mutatván, hogy képesek meghalni Krisztusért. Mikor ezt meglátta, Róma kormányzója feldühödött, és elrendelte, hogy vágják le a fejüket. Mi az, ami olyan vicces? Ezek a gyerekek nagyon hülyék voltak. Miért? Mert azt mondták, ők hisznek Jézusban, és ezért megölték őket. Te mit tettél volna? Megtagadod őt? Hát persze. Legbelül hittem volna benne, de nem mondtam volna meg a rómaiaknak. Á, mert értem. Szóval mindketten inkább hazudnátok és megtagadnátok Krisztust. Hát azt megúsztátok volna, hogy lefejezzenek a rómaiak, ez igaz. De mi lett volna azután? Mikor? A következő életben. Abban, amelyik ránk vár, miután meghaltunk. Hová mentetek volna? Hová, Nikolás? A pokol tornácára. Csukjátok be a szemeteket. És próbáljátok elképzelni. Örökké. Fájdalom. Örökké. Kezdek szédülni. Most már értitek, hogy miért mondott Justus és pásztor igazat. Rendben. És most nyissátok ki a könyvet a 6-os leckén. Nem játszhatnánk. Természetesen, de nem most. Először elolvassátok a leckét, aztán megtanuljátok. Kívülről. Azt egészet. Még egy ellenkezés, és ma egyáltalán nem játszhat. Itt van az SMS író velünk, azt írja, láttam, nagyon hatásos, pedig én általában mindent bekakilás nélkül bírok nézni. Tényleg elfelejtettem, hogy ez egy sztori, amit színészek adnak elő. Igen, hát ez a jó filmek ismérve. Ja, a gyerekek betegségét nem csak az anyja képzeli? Hát ezt nyitva hagyjuk nektek, ezt a kérdést. Hogy mert mondjam, ezzel elárulnánk a gyerekek, a gyerekek betegsége az közel sem, hogy mondjam, a
úgy kapcsolatos a fénnyel, meg olyan klinikai eset, ami ennek az anyjuk véli ezt. Tehát maradjunk egyelőre ennyire. Egyébként a gyerekszínészek zseniálisak, tehát annyira jól meg vannak csinálva, főleg a kisfiú. A kisfiút megnézi valaki olyan, mintha régi fényképeket látna, tehát ilyen 60-70-80 évvel ezelőtti régi kisgyermek fényképet. Tehát én, nekem egyébként a korhitelesség, illetve a nem a mi kultúránk, nem a mi korunk hangulata, nagyon-nagyon kevés olyan nyugati film van, amiben ez át tud jönni. Ugye egyszer régen már így vitatkoztunk erről a kosztümös filmek kapcsán. Na most ebbe a filmbe teljesen átjön. Na ez egy spanyol film, egy izzigvéri spanyol film, tehát ha valahol azt olvassátok róla, hogy spanyol-francia-amerikai thriller, akkor ezt felejtsétek el. Tehát a thriller is csak a külsősége, ennek ez egy dráma. Jó, hát ott a Nicole Kidman, aki ausztrál. Igen, na jó, Nicole Kidman, aki ausztrál, tehát ezért lenne francia vagy amerikai. Tehát különben meg mindenki spanyol benne. Tehát a rendező, a forgatókönyvíró, a zeneszerző, az operatőr, a producer, a vágó, a mindenki. Ennek kapcsán hagyj említsük már meg spanyol azt, film. Csak hogy, fontos tudni, hogy egy olyan filmről van szó, ami telibe elmenne amerikai filmnek, tehát annyira közérthető, annyira fordulatos, annyira jó a dramaturgiája. Tiltakozom, nem igaz. Nem, külsőségeiben elmenne amerikai filmnek, csak közben meg egy olyan tartalmi mélysége van, ami olyan, az amerikai filmekben és nincs, olyan forgatókönyve van, ami hát a kevés amerikai filmet jellemez. Fordulatos filmek vannak, európai filmek is, és pont ezt akartam mondani, csak letorkoltál, hogy a spanyol filmek az utóbbi években, mondjuk az utóbbi egy évtizedben nagyon-nagyon ráálltak az ilyen lélektani, filozófikus, helyenként misztikus thrillerekre. Hát Guillermo del Torónak a Faun labirintusa az mindenképpen ilyen spanyol. Meg nagyon-nagyon a fűtő, meg nagyon-nagyon sok filmet lehet sorolni. Fura a változáson esett, tehát a spanyol film. Engem egyébként halálra idegesített, kifejezetten utáltam a spanyol filmeket, főleg Almodóvárt ki nem állhatom. Nem tudom, ebben egyetértünk-e. Egyébként azt tudni kell, hogy a Gépész című film is spanyol film, amivel már foglalkoztunk ebben a szériában, és szintén egy fordulatos meg a film. Lakó, vagy albérlő, vagy na mindegy. Igen, hát, szóval ezek a filmek általánosan jellemző, hogy ezek tömegfilmek, tehát ezek commerce filmek, és miközben meg olyan mélyek, mint az óceán a Marianna ároknál. Szóval, hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, azaz visszatérjek a félbevágott mondatomhoz. Tehát érdekes átalakulást észlelek én. Jó, természetesen nem ismerem a spanyol filmeket annyira mélyen, de ami ide eljut Magyarországra, azok többségét azért így láttam, hogy a szexualitás volt a fő téma a 70-es, 80-as években, meg talán még a 90-es évek elején is, és utána pedig sokkal inkább ez a halál. Halál, illetőleg élet és halál, az életnek a legmélyebb értelme, a lélek, a szellem. Nagyon fura, tehát, hogy vajon mi a franc történt Spanyolországba, hogy átmentek. Engem, mondom, halálosan idegesítettek ezek a szexuális témájú spanyol filmek. Erőltetetnek, ócskának, hülyeségnek tartottam. Noha nyilván Spanyolországban egy más kontextusban lehetne ezt értelmezni, tehát nyilván Magyarországon másként nézzük meg nagyon divatos volt ugye az Almodóvár, akit én különösebben nem kedveltem, és egyszer csak történik egy ilyen változás a spanyol filmben, de nem csak Almodóvár, nagyon sokan Sonka, meg különböző filmeket lehetne itt mondani, tehát hogy a szexualitás volt a téma, és egyszer csak ebből átmegy a halál irányába. Tehát, hogy mi a franc történt ott Spanyolországban? Mi történt Spanyolországban? 0629 986 986 az SMS számunk.
akiről még beszélnünk kell, az Nicole Kidman, aki generációjának alig, ha nem a legkiválóbb színésznője, vagy az egyik legkiválóbb színésznője, de megmerem kockáztatni, hogy talán a legjobb. És ez a nő, akit annyi sok éven keresztül ejtett túszul, ez a tehetségtelen kis szientológus törpe, ez a Tom Cruise, aki a saját színvonaltalanságának a mélységeibe züllesztette le maga mellé. Kérdezhetek? Miért utálja mindenki Tom Cruise-t? Egyébként... Nem tudom, hogy mindenki utálja. Én nagyon sokan nem szeretik. Talán azért, mert egyetlen egy arca van, és mindig ugyanazt játsza, és mindig az a halál laza, és ráadásul rettenetesen irritál valaki, aki nem öregszik. Tehát én 30 éve folyamatosan tök ugyanúgy néz ki a csávó, még mindig ugyanaz a Tom, és mindig Tomot játsza, én mindig Tom Cruise-t látom, sose látom azt a figurát, akit játszana. Tehát ugye, hogy a Leonardo DiCaprio-ból is a nyálas kis vizéből, szösziből lett egy ilyen férfias, mit tudom én? De nem lett belőle. Tehát én azt látom, hogy nem lett belőle, még mindig az a nyála, ő még mindig az a kölyök képű srác. Tégla, meg egyebek. Hát nem a DiCaprio-ról beszélek. Ja, én a DiCaprio. Én azt mondom, hogy a Tom Cruise-nál nem történt egy olyan váltás, mint a DiCaprio-nál. Nem történt meg, és egyébként nem kedvelem a DiCaprio-t, de a Tom Cruise-hoz képest a DiCaprio az egy színész óriás. Tehát a Tom Cruise az egy rettentő tehetségtelen valaki, és addig az a szörnyű, hogy addig, amíg maga mellett tartotta, hát én úgy képzelem, hogy ő a teljesen kiszipolyozta a tehetségét, és mintha egyfajta bizonyos értelemben egy szellemi rabláncon tartotta volna Nicole Kidman-t, és akkor ilyen borzalmasabbnál borzalmasabb filmekben kellett a Nicole Kidman-nek égetnie magát. Pedig, a Tom mellett. A Vanília égboltban is ugye pont a Tom Cruise már az ami hát változatban. Abban a borzasztó ami változatban. És akkor végül, miután elváltak, így a Nicole Kidman egyszerűen kivirágzott, és kiderült, hogy az egyik legkiválóbb színésznő valaha, és azóta olyan filmekben tűnt fel, és olyan alakítások fűződnek a nevéhez, hogy az valami elképesztő. Tehát az Órák című filmben, ahol nem is lehet gyakorlatilag fölismerni, azért kapott aztán Oscar-díjat, meg Golden Globe-díjat, meg berlini filmfesztiválnak a díjat, mindent megkapott. Tehát, hogy így az abban például, hát ott is fantasztikus, tehát a Dogville-ben is fantasztikus, tehát olyan tömegesen láttak napvilágot a Nicole Kidmannek a frenetikus képességeit bizonyító filmek, és hát az nem is tudom eléggé üdvözölni ezt a válást. Tehát, hogy így igazából gyakorlatilag újra született, tehát mintha kapott volna egy új esélyt, és hát egy, körülbelül lehet látni azt, hogy milyen hatással van valakinek az életére, hogyha egy szientológushoz köti a sorsát. Na, ezzel te megsértetted a vallásszabadságot, ugye? Szóval egyébként lehetséges, hogy megsértettem a lelkiismereti és vallásszabadságot, de akkor Németországban a törvények sértik ezt, ugyanis Németországban be van tiltva a szientológus egyháznak a működése. Tehát ugye talán egy fél mondat a rádióban az talán nem olyan súlyú, mint a német államnak a hivatalos ugye törvényei. Na már most, osztályozzuk már le ezt a filmet, a másvilágot. Nekem 9-es. Egy 9-es film, ami nagyon, az én esetemben már nagyon hajlik a 10-es felé. Mindenképpen nézzétek meg, hogyha nem nézitek meg, akkor minek éltek, kedves hallgatók, ennyivel tudom kommentálni az ajánlásunkat. De szó szerint kell érteni, és megértitek majd, ha megnézitek a filmet, ezt a mondatot. Meg fogjátok érteni ezt a mondatot, menthetetlenül meg fogjátok érteni ezt a mondatot. A Másvilág című film az egyik legnagyobb élménye lesz a ti eddig eltöltött celluloid pályafutásotoknak. Ezt a Hét Mesterlövésze stábja garantálja a számotokra.